Kedves nézők, egy olyan témát szeretnék néhány percben elmondani önöknek, amely akár egy fél éves előadássorozatnak is lehetne a témája. Számomra ez a terület azért különösen érdekes, mert általában akkor, amikor történeti épületek rekonstrukciójával foglalkozunk, akkor mindig megpróbáljuk a korabeli mértékegységek szerint rekonstruálni az épületet. Amit én most fölvázolnék, az pedig az, és azt próbálom önökkel elhitetni, vagy bizonyítani az önök számára, hogy bizony ez nem így volt. Egyáltalán nem valószínű, hogy korabeli mértékegységeket használtak. Itt az első példám lenne az athéni Parthenon, amiről már nagyon régen, a 19. század végén egy angol kutató meghatározta, hogy például az alaprajzi méretei úgy állnának egymáshoz, mint 4:9. És néhány évtizeddel ezelőtt végeztünk egy vizsgálatot, hogy a 49 dór templomnak megpróbáltuk megtalálni azt a közös egységét, ami egy mértékegységként szerepelhetett volna. Sajnos az derült ki, hogy ilyen nincs. Tehát, hogyha adott esetben a Parthenon front és hosszoldalra találunk egy kis közös osztót, olyan 30 centi körüli, tehát ami az egy lábnak felel meg, akkor egyáltalán nem biztos, illetve ebben az esetben tökéletesen biztos, hogy a front méret és például az oszlop magasságban nincs meg ugyanez a közös osztó. És hogyha 49 templom 6 méretében ezt lehet igazolni, akkor én azt feltételezem, hogy kár ezzel tovább erősködni, és inkább abba az irányba kéne elmenni, amit ez a bizonyos 4:9 elindít. És az, hogy ez a 4:9, ez honnan jöhet, ezt onnan lehet sejteni, hogy a pitagóreusi zeneelmélet az alapvetően matematikai alapon született meg. A monokord, ami egy egységnyi hosszúságú húr, különböző pontjain lefogva a fennmaradó részeknek a pengetésével az összecsengő hangokat, ahogy megállapítják, a húrnak az egymáshoz viszonyított arányai képezték a skálának az alapját, és lényegében a Miss C-dur skálánknak a meghatározása is ez alapján történt. És hogyha ezt elkezdjük vizsgálni, akkor azt tapasztaljuk, hogy bizony a Schlegelnek az a megállapítása, hogy az építészet megfagyott zene, az egy tökéletesen igazolt tény, mert zenei arányokat találunk az egyes épületek hossz méreteiben. A másik dolog, amit szeretnék itt elmondani, az az, hogy régészektől nagyon sokat érdeklődtem, hogy hány mérőeszközt találtak. Azt kell mondani, nagyon keveset. És a második példám az a pécsi cella Septihóra lenne, ahol én könnyűszerrel be tudom bizonyítani azt, hogy egy akármilyen hosszúságot, hogyha fölveszek, én arra ezt az egyenlő oldalú nyolcszöget meg tudom szerkeszteni. Tehát ez megint csak egy olyan dolog, hogy nem jelent problémát a területen, egy adott hozt független attól, hogy ez X láb vagy Y láb, kijelölni, és utána erre ezt megszerkeztem. És hogy ezt hogy tudom megcsinálni? Hát úgy, hogy a rómaiaknak a földmérő eszköz az úgynevezett gróma, ami lényegében egy négyzet formájú és magában keresztet foglaló keret, és ennek a sarkain szögekkel lehetett derékszöget kitűzni, illetve 45 fokot. Na most, hogyha itt a fölvetített ábrán tetszenek látni, hogy a négyzet egyik oldalának a felét 8 egyenlő részre osztom, és a középkeresztre föltűzök 11-et ebből a 1/8 egységből, akkor a két pont, tehát a sarokpont és a 11-et kijelölő pontnak a szöge pontosan 36 fok, ami a
az ötszög esetében egy kardinális dolog. És hogyha ezt valaki nem hiszi el, akkor azt tudom mondani, hogy a tangens 36 fok az 0,7265, a 8/11 az 0,7272, tehát hogyha ennek az egységnek a tízszeresét veszem, tehát 7 méterre kalkulálom, akkor az derül ki, hogy a kettő méret, tehát a pontos méret és a számított méret között, vagy a szerkesztett méret között mindössze 8 vagy 7 milliméter különbség van, tehát ez egy akkora különbség, amivel nem érdemes foglalkozni. Tehát ez lenne a második argumentum, amellett, hogy nem mértékegységet használnak. Persze erre föl lehet hozni azt a gondolatot, hogy de hát vannak olyan helyek, ahol meghatározzák például a királyi arasznak a méretét. Amit itt mutatok, az a Verbőcinek a hármas könyvéből való egy oldal, és ezen a lapon pontosan meg van határozva ez a bizonyos egy arasznyi hossz. Na de kérném tisztelettel, halvány fogalmam nincs arról, hogy a hármas könyvet hány példányba nyomták ki. Nyilvánvaló, hogy ezt viszont bizonyosan nem tanulmányozták az építőmesterek. Tehát ebből is csak azt gondolom, hogy bár léteztek egységek, amit akár egy uralkodói rendelet szentesített, de az, hogy ennek a hétköznapokban is használata lehetett, ez nagyon kicsi valószínűséggel igazolható. Na most egy olyan táblázatot mutatnék be, amitől lehet, hogy nagyon sokan rosszul lesznek, de hát ez egy nagyon fontos táblázat. Ezt egy doktorandusz hallgató, Orbán György állította össze, és itt 11 középarányost tüntettek föl. És ebből a 11 középarányosból az első négyet azt Thales is ismerte, és a maradék hetet pedig egészen bizonyosan Arisztotelész is használta már. Na most ugye látszik, hogy az legegyszerűbb a számtani közép, ez az A plusz B per 2, és hát ennél lényegesen komplikáltabbak is vannak, de kérdés, hogy ez kit érdekel. Akkor, amikor Orbán Györggyel elvégeztük ezeket a vizsgálatokat, hogy esetleg ezeket nem használta-e, természetesen döntően inkább a reneszánsz, mint a korábbi időszak, akkor teljes megdöbbenéssel azt tapasztaltuk, hogy igen. Például elhoztam az Il Gesù-nak az alaprajzi méreteit, illetve a metszetét, és ebből egyértelműen kiderül, hogy az alaprajzi hossza és szélessége kontra mértani haladványként határozható meg a magasság ebből a két méretből. És hogyha ezt a vizsgálatsorozatot folytatjuk, akkor kiderül, ezt őszintén bevallom, hogy alapvetően jezsuita templomoknál végeztük, mert ott a tervezés szabályozása meghatározó, mint esetleg máshogy. Tehát San Ignácionál is Rómába tudnék hozni, és számtalan ilyen példát lehetne még fölhozni ennek az arányrendszernek a használatára. De például Orbán György bebizonyította azt is, hogy a Vitruviusi római lakóház arányai is pontosan bizonyos zenei arányrendszert követnek, ami visszavezethető ezeknek a középarányosoknak a számítási modelljére. Na most persze megtetszenek kérdezni, hogy ezért miért ültem én ide le. Hát egyszerűen azért kérném tisztelettel, mert én azt gondolom, hogy akkor, amikor konstruálunk egy új házat, és nem feltétlen rekonstruálni akarok egy történetit, akkor nagyon sokszor műszaki paraméterek határozzák meg adott esetben a térnek az arányait. És hát az építész érzékén, gyakorlatán múlik az, hogy a tér végül is egy jó geometriájú egység lesz, vagy pedig annyira nem. És én azt gondolom, hogyha a tisztán technikai korlátok
műszaki előírások, jogszabályok mellett megpróbálnánk arányrendszerben vizsgálni a tereknek és a tömegnek a konstrukcióját, akkor talán egy sokkal élhetőbb és jobb minőségű épületet is létre tudunk hozni. Köszönöm a figyelmüket!